Üdvözlök mindenkit. Az ott meg még nem mindegy, ott volt egy mentőautó, vagy nem tudom, mindegy, ez a régi módi. Na tehát ebbe a kis videóba elfogunk biciklizni Poroszlóról Füredre, azt hiszem. És hát igen, nem megszokott, hogy biciklivel vagyok, főleg úgy, hogy az arcomon is látszódik. Minél szelektív gyűjtő az idejébe pauzolok. És leállok egy kicsit, azt itt elmondom, amit akarok. Ide ellenfényes nap, na most is már. Nem tudom, ez a telefonnal még sose videóztam így, tehát így az arcom, nem tudom mennyire látszódik. Azért, hogy ebbe a videóba vonattal elmünk Poroszlóig. Hogy kell, így kell állítani. Vonattal elmünk Poroszlóig, és tudom, hogy semmit nem láttok, de már talán egy kicsit jobb. Gyere, buszt akart ki a napot. Köszi. Na, így egy fokkal jobb. Poroszlóról el fogunk biciklizni barátommal, akkor már később száll fel Tócóvölgybe, azt hiszem. Tehát Poroszlóról Tiszafüredre. Aztán majd lesz egy másik videó, ahol meg Tiszafüredről Poroszlóra. Tehát igen, nagyon jól összehoztam, közben itt egy reformos kulcstartó, Debrecen Drive-ról. És nagyon sajnálom, vagy nem sajnálom, nem tudom, hogy kezd mondani, hogy nem nagyon volt videó, de igazából meg kell mondjam az őszintén, hogy nem is volt hozzá kedvem. Viszont nem akarok sokat dumálni, mert aztán végén lekésem a vonatot, és meg 2 óra múlva jön. 2. És jelentkezek, hogyha az állomáson vagyok, közben még mindig 90 fokos szögben kell tartani ezt a telefon. Úgyhogy remélem a kerékpárjaikat nem hagytam otthon, már pedig nem hagytam otthon, mert megnéztem. Úgyhogy találkozunk az állomáson. Szerintem hamarosan indulunk. Tehát igen, körülbelül egy 2 órás út vár ránk. A barátom következő helyszer fel, szóltam egybe. Aztán igen, ahogy látszik, hogy itt izladva, mert ezt fel kellett vinni, vagy hozni. Szóval, találkozunk úgy közben, nem tudom mikor, majd még bejelentkezek, állomásoknál meg minden, hogy ez vonalas elvétel, szóval, hello. Tehát nem tudom, már egy ideje vonaton vagyunk barátom, csak ő nem, csak ennyi nem tartom az arcát. Így ilyen kilátás, ilyen szép. És két órához. Hát nem, jó, mondjuk az egy és egy és fél óra múlva, másfél óra múlva Poroszlón, aztán még elkebicik egy Sarudig, mert a telefon szerint onnan kezdődik a bicikli út, pedig már nem. Úgy most ettünk egy kis macsot, mert megálló helyet. És ilyen átradó megálló hely. Hát igen, itt most vannak ilyen munkálatok. Több a szék, Oké. Ugye itt van a csomagó. Ez az enyém, az a gerdői, az ilyen. Úgyhogy, ennyi. Nem tudom, hogy még mikor jelentkezek be. Tiszafüreden. Boldogok, igen. Hát akkor meg Tiszafüreden bejelentkezek, azt annyi. Nektek egy vágás, nekünk egy óra hossza. Lennénk, nagy hátot elhagyva, mája olyan minőség, hogy szét akar hullani. Az előbb levágott az éberség, így mi jöhet még? Mi előttünk egy győzet. Ja, vonat tudál, vagy bocsánat, kürtölget, így. Végig, és akkor így tűnt, vagy nem tudom. Így,
nem, de hogy itt nem lehetnek spotterek, az fix. Tehát nem tudom. Jó lett a pálya. Mondom. De nyilván ez csak figyeljelzés, tehát ez kell, de azért így el tudnám képzelni, így megy, és akkor így tük, meg itt egy tük. Csak olyan mondtam, vezetősön nem tudom, nyilván. Jó van. Aha, erről beszélünk. Erről beszéltem, igen. Szóval igen, ennyi. Hát ő tűnt, hogy majd tisztelt tűnőre, hogy még bejelentkezett a kutat. Utána meg már fogok. Mielőtt szétfűzik a kicsi kocsi, itt vágás után felállt. Itt lennénk, megérkeztünk Szoboszlóra. Apa, az még mindig kedves velem. Megérkeztünk Poroszlóra, Tiszafüreden nem tudtam bejelentkezni, mert annyian voltak, mint a nem tudom micsoda. Tehát legalább 10 bicikli jött fel. Hát igen, legalább 10 bicikli. Úgyhogy igen. Innen majd még meg kéne találni Sarudot, mert ugye a telefonon a GPS az ugyanon kezdődne. Tehát onnan kezdeni el mérni a cuccost. És igen. Azt megkeressük, az kb. Fél óra. Ott szerintem eszünk. Legalábbis én eszek. Meg nyilván majd útközben iszok. Úgyhogy ennyi. Kíváncsi leszek, hogy visszafele mennyien lesznek, szóval ennyi. Találkozunk a Sarudon, ugye? És amúgy fontos megjelzni, hogy ilyen pusztán vagyunk. Ja, igen. Úgy van, remélem most jön egy kocsi. Tehát így a kezemet, ha elveszem, így ennyi. Tehát ugye az ott nem tudom milyen hegység, de így ennyi, igen. Tippelek, hogy az ott már, szerintem az ott már azok a hegyek lennének. Ugye ilyen dombságok legalábbis, mint például Gyöngyös után van Mátraháza. Ugye azért innen fizesabban legalább már 20 perc lenne. És ugye ez volt az előző terv. Weboldalon nem, de úgy az volt az előző terv, hogy fizes a bajba megyünk, azt ott nem tudom, amit csinálunk. De aztán így erre a döntésre jutottam. Ennyi. Úgyhogy találkozunk Sarudon. Nyilván nektek egy vágás, nekem egy fél óra, vagy 40 perc. Nekünk, így mondom, többes számba. És már Sarudtól már nem lesz ilyen, hogy így fog látszódni. Mert majd Gergőtől elkérem azt a bizbaszt, mi az? Ávány. Na, szavaztok. Na hát megérkeztünk volna Sarudra, most itt állunk egy ilyen, hol van a kóp? Egy ilyen kóp mellett. De még mindig nem a kóp. Jaj, de 21-es számú kóp, igen. Igazából én most bevásároltam. Árat azt nem mondok. Mindegy. És akkor innen a következő állomásunk Tiszató kör. Igazából arrébb a tábla azt írta, hogy Tiszató kör 2,3 km. Úgyhogy kíváncsi vagyok rá, hogy mennyi lesz. Mutassalak, vagy ne? Mm. Jó. Itt van Tatterze. Ott van Gergő, ott a bicikli. Jaj, igen. Amúgy pont most akartam mondani, hogy az előbb belestél. Igen, igazából itt van a kis cuccunk, úgy ott lent. Ez ott az enyém. Igen. Ugye ez a táska, ebben ilyen telefon, ilyenek vannak. És lehet, hogy már észrevettétek, de itt van egy csomagtartó. Ami ez már így rajta van, igazából én ezt a nevelapukám barátjától kaptam. És ja, igen. Igazából tök jó, engem nem zavar, tehát így amikor megyek spottingolni, akkor így erre fel tudom tenni az állványt. Főleg, hogy most már leggyakrabban rollerre megyek, itt érdekel. És ja. Hogyha érdekel, hogy mennyi idő volt idáig, mennyi, hát egy 50 perc volt. Hát olyan fél óra, 50 perc. Fél óra. Nem, mindegy. Perc. Hát 50 perc, mondjuk azt 50 perc, tuti. Ott... Ja, az a 21-es szám lenne, igen. Csak a kamera nem veszi át. Jaj. Aztán majd minden hamarosan megindulunk
A Tiszatókörre, igen. És ugye, ja, ennyi. Hát én várom, vagy nem várom. Pont most beszéltük, hogy jó lenne, hogyha nem lenne ilyen kánikula. Tehát, hogy így... Igen. Így itt van egy ilyen fa, de kimész a napra, már megsúsz. Tehát nem nagyon jó az idő. Hogyha például olyan idő lenne, mint például Mátra Szent Imrén, vagy fenn a hegyedben, akkor azt hogy még el is viselném. Mert ott olyan hű, ott... Hát 17. Nyáron is ilyen 23 fok van kb. Aha. Ugye te nem ide akarsz beparkolni, mert akkor nekem mindent akarodni kell. Ja, jó, nem az ott, ő ott megoldotta. Nem. Szóval találkozunk a Tiszatókör kezdőpontjánál, addig is jó szórakozás a videóhoz, mert nekünk az még legalább egy 10 perc, de nem fogok én itt most sietni. Na, sziasztok! Egy vágás múlva találkozunk, mi meg egy fél óra múlva. Hát, mondunk fél órát, mert az úgy jobb, igen. Jobb. Na, hello! Sziasztok! Hát, itt lennénk. Hát Poroszló fele igazából, csak mi nem Poroszlóra tartunk, hanem Tiszafüredre. Arra van Tiszafüred. Arra. Várjunk? Hát arra. Igen. Igen. Mögöttem igen. Van Tiszafüred. Arra meg Poroszló. Arra Poroszló. Ott egy Gergő, meg ott egy bicikli. Az én biciklim az... Az ott van fent. Nem látszódik pedig. Nem látszódik, de mindegy, ott van, szinte mögöttem. Az ott. Igen, az ott. Itt most egy kicsit pihenünk, közben ott egy gólya, tartom. Megpróbálom nektek megmutatni. Így. Ott van. Lehet látni. Ez ugye szép madár kikergés. Hát persze. De egy árnyék az nincsen sehol, az biztos, tehát... Itt lent van árnyék, ugye itt vannak lent ilyen fák, amikkel így lehet barátkozni, de árnyék az úgy nagyon sehol nincsen. És most egy kicsit pihenünk, vagy nem tudom, ja igen, pihenünk, aztán útnak indulunk, vagy még 2 óra biztos, hogy hátra van, ha nem több. Aztán majd ugye nyilván lesz egy másik videó, ahol Tiszafüredtől Poroszlóig. Az lesz egy hosszabb. Az hosszabb lesz. Hát egy kicsivel, egy órácskával talán. Na, majd mindjárt ránézek amúgy, hogy hol járunk. És majd be fogom vágni nektek, ugye? Hogy lássátok, hogy hol vagyunk. Szóval... Hát nem tudom, igazából itt egyszer és egy igen, érve, itt már kezdtem gondolkozni, hogy elmenni, nagyon nem jó irányba igen, tartunk, de ezt majd látni fogjátok nyilván a videóból. Ah, jó, van, faluban vagyunk, nem tök mindegy. Ami, tehát Újlőrinc falvát már biztos, hogy elhagytuk. Tábla szerint Poroszló mögöttem van. De mi nem Poroszlóra megyünk, hanem Tiszafüredre. És valószínűleg majd minket ez a csodás út ki fog minket vinni a Heves hídhoz. Én csak úgy nevezem, hogy Heves híd. De az... Tehát ez már nagyon közel lesz a célhoz. Szóval, ja. Persze, akkor most be is vágom nektek. És akkor majd találkozunk. Nem tudom, valahol máshol. Nagyon jön a vágás. Mindig ugyanitt. Kiderült, hogy nagyon rossz irányba indultunk el, úgyhogy, de igen, amúgy arra van Poroszló. Tehát azt megtudtuk, hogy, vagy megtudtam, hogy arra van Poroszló, Borsod Ivánka, meg valami Tisza, nem tudom micsoda. És nekünk, arra kéne menni, ugye? Arra, ahonnan jöttünk. És igazából nekem is fura volt, hogy mi most ránéztem a térképen, hogy mi nagyon nem jó irányba jöttünk, vagy Újlőrinc fal, vagy meg ilyenek. Tehát, valá. Úgyhogy most egy ilyen 12 perces tekerés most vissza is megcsinálunk. Aztán igen, lesz egy kis... Hát 12 perc volt kb. Még szerencsé, hogy itt jutott eszünkbe, hogy meg kéne állni. Úgyhogy találkozzunk, nem tudom. Hát 12-20 perc múlva. Hát 12-20 percnél találkozunk, ahogy ahol a kezdéspont van. Hát, ugye elindultunk visszafele, mögöttem van
poroszló. Előttünk van egy gergő, meg egy tisztafüred, meg egy javácoló, meg egy sarút, ugye? És ugye azt ígértem, hogy majd a kezdéspontnál jelentkezek be, de gondolom itt is jó nektek, hisz csak nekem fárad el a karom. Mi nem is mi lennénk, hogyha ez nem történhetett volna meg. Milyen érzés eltévedni? Nagyon jó, visszamondja. Vagyis amúgy nem tévedtünk-e, mert mertünk volna tovább, csak akkor a borsodivánkáink varunk ki. Meg még a jegyet is. Ja igen, a jegyes dolog az úgy volt, hogy ugye, tehát mi tudtuk, hogy Tiszafüredtől szeretnénk visszafele jönni, és poroszlótól vettem visszafele, nagyon jó volt. De igazából nem is számít, mert a tiszatavi kerékpárjegy érvényes. Oda-vissza, egy napon akárhányszor jöhetnék vele. Szóval nagyon jó. Igen, 800 forintot kipocsék voltunk. Az semmiért, mikor csak 400-at. Vagyis igazából plusz 400-at. Mert, ja. Szóval köszönöm szépen Gergőnek ezt a faszak is selfie botot, vagy nem tudom, minek lehet ezt nevezni. Hello? Mert így sokkal könnyebb amúgy. Ami szerintem vagy én előzlek meg, vagy inkább te előzzél meg. Lefékezek egy kicsit. Nem ezt mondtam. És hogy ugye az osztályban elterjedt ebbe az évben egy nagyon jó mém, méghozzá az, hogy jó idő van. Tehát így jó idő van, ilyennyi, hogy jó idő van. Aki most fázna, az nem ette. Tehát mert igen, igaz, hátrafelé is lehetne menni, arra. Csak akkor egy nagyon nagy kerülővel. Szóval igen. Ez van, ezt kell elviselni, ezzel kell együtt élni. Ilyen is van, de már volt rosszabb is. Budapesten nem találtam a metró lejáróhoz. A teljesen másik irányba indultunk el. Indultam el, meg indultunk el egyszer. Úgyhogy ennyi. Hát majd találkozunk izén. Sarudon. Addig meg nem tudom, majd valami lesz addig. Csak lesz tám valami. Amiről be tudok számolni, szóval. Szevasztok, összemegyünk. Na hát megérkeztünk a bátszalókra. Itt van a kurva anyárat. Már bocsánat, bocsi. Tiszafüred 25 km kereken. Tehát már tényleg nincsen messze. Ott van a bátszalóki infótábla. De már megint csapágyas. Szóval ennyi. Most ezt nem húzom túlságosan tovább, mert nem szeretném. Megállunk valami kis hűvösbe, aztán ennyi, találkozunk Tiszafüreden, sziasztok! Na hát, sziasztok! Egy kis helyzetjelentés, ahogy látjátok, még megyünk folyamatosan. Abátszalók után, vagy óta meg se állunk, igazából a strandon álltunk meg, a strand részen, egy fél órára pihenni, de úgy igazából nem mutatom nektek azokat, amiket ahol csak szenvedünk, mert a bátszalók óta csak szenvedünk, mert a lábam is elkezdett fájni, a karom az már fáj szinte reggel óta, szóval nagyon jó, de szép a táj. Úgy ezen kívül szép a táj. Igen. Mert ez itt csónak kikötő volt, vagy mi? Viszont a jó hír, hogy hamarosan Tiszafüred, 15 km múlva, szóval teljesíthető szerintem ez a táv, viszont nehéz, tehát azt, amilyen ellenfény van. Szóval nagyon nehéz, ugye? Igen. Túlságosan. Tehát aki egy napra bevála, ő körbe biciklizze, annak sok sikert.
De igazából nekünk nem is lenne idő, mert ugye vonatunk van. Még hogyha itt lakna egy haverom, akkor még azt mondom, hogy érted, ott nála megalszok, vagy minden. Vagy érted, tehát értitek. De ja. De ez kell igazából, tehát a neten is úgy volt írva, hogy bejárásához ajánlott idő 1-3 nap. Tehát igen. Még Tiszafüreden majd még bejelentkezünk, és annyi. Igazából onnan meg már irány hazafele. Na, sziasztok! Na hát meg is érkeztünk van Tiszafüredre, itt van Geri is. Szevasztok! Még egy kicsit az arcod, mindegy. Nagyon hosszú túra volt ez, ugyanis 7 órája kereken indultunk útnak. 7 órája kereken érkeztünk meg. És hát szép helyeket fedeztünk fel, nagy részét csak pusztán tudtuk teljesíteni. Ugye ott itt a körút? Körút. Tiszatókör, igen. És másik rész az még nem most lesz, tehát ugye ezt a videót ugye 23-án vagy 24-én látni fogjátok. Szerintem a másik rész az bőven már júliusban lesz. Mert azért ezt, tehát azért most van egy enyhe izomlázom. Tehát én szerintem ilyen 60 km simán megvolt. Főleg ugye is tévedtünk, ugye az még plusz 20 km. Úgyhogy igen. De mi köszönöm szépen, hogyha megnéztétek, és igazából a szenvedős részeket, meg a bajos részeket nem vettem fel, mert feleslegesnek találtam. Közben én mindig úgy nézel ki, mint egy gomba. Igen. És tehát igazából már így az utolsó fél órában már volt olyan, hogy nem látszódik az arcom, tehát volt olyan, hogy majdnem összeestem, mondjuk szép szóval. Meg volt olyan, hogy még mentem simán, tehát igazából ilyen változó volt. Ugye hamarosan befut a vonat, és még arra felmászni az egy érdekes mutatvány lesz. De biciklikkel? Hát majd egy vizsgálat segít. Szóval ennyi. Jobb lett volna, hogyha megint előveszem az állvány, de mindegy. Kicsit így előrébb gurulok, hát ha van itt még valami, amit eme csodás városba tudok látni. Ja igen, ugye itt van az autóbusz pályaudvar, vagy mi ez? Hát autóbusz pályaudvar, az ott. Igen. Igen. Úgyhogy ennyi. Nem rossz hely ez a kör. Tessék? Nem rossz hely. Hát nem. Na, szevasztok. Nap belesüt. Szevasztok. Sziasztok, legyen szép napotok, szép estétek, szép reggeletek, ki mikor nézi. Sziasztok.